Szüleink és őseink székely emberek voltak. Évszázadokon keresztül éltek Erdélyben. Csak kényszerből kellett többször elhagyniuk szülőföldjüket. Egész életükben megtartották őseik örökségét, a székely öltözetet, beszédet és szokásokat. Idén nem a hagyományos józsefalvi betlehemes műsorral készült a bátaszéki székelyek baráti köre a karácsonyváró ünnepségükre. Ez évi előadásukban a népük előzetésének történetét mutatták be, és azt, hogy ez idő alatt sem inogtak meg hitükben és származásukban. A nehéz években sem alázkodtak meg származásuk miatt. Gyermekeikbe mélyen beleültették a székely tudatot, és nekünk kötelességünk utódainknak ezt átadni, mert székelyből csörgedezik az ő erejükben is. Ez a bátaszéki székelyek baráti körének hitvallása is. Molnár Péter, az egyesület elnöke elmondta, egyik legfontosabb feladatuknak tartják, hogy a fiatalok is tisztában legyenek népük történelmével. Madéfalvától Bátaszékig című előadásukkal a hazatalálásuk 80. évfordulójára emlékeztek meg, amit karácsonyi hangulatba öltöztettek és megjelenítették a vándorlás főbb stációit. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ünnep az évben, ami biztos, hogy annak idején is megünnepeltek. Akár szűk, akár tágabb családi körben, vagy barátokkal, bárhol is esett éppen ez az ünnep, tehát bárhova vette őket a sors, biztos, hogy megünnepelték. A műsor után a Székelyházban vendégelték meg a megjelenteket.